egy nap megváltozott a világunk. Azzal kezdődött, hogy furcsa kártyák kezdtek hullani az égből. Először ártalmatlannak tűntek, ezért a netes cimboráimmal kitaláltunk egy király új játékot. Ekkor döbbentünk rá, hogy a lapok nem is voltak olyan ártalmatlanok. Egy másik világ hihetetlen ereje dolgozott bennük. Az én nevem Dan. És a barátaimmal, Runoval, Maruchoval, Julival, az ugrásra kész nagymenő Sunnal és Alice-szel mi vagyunk a Bakugan szörnybúnyósok. Bakugan. Egy játék, egy célért, két világban. Mit tehetnél mást? Esélyed oly kevés már. Rajta hátnyomás, kemény a harc, mi vár? Ha veszély egyre nő, kezedben az erő. Köszönt éjszék, már nagyon rég. Az igazság köz meglás, de ez csak rajtunk áll. Bakugan szörnybúnyósok, a siker titka. Ó ne! Juggernaut! Már megint! Szeretesz veszíteni! Hányszor is győztelek le? Háromszor egy húzamban, Christopher. Ha! Holnap kikapatsz negyedszerre is. Nem is tudom. Én... A kis barátom azt sutogja, hogy eljössz. Ha! Utálok veszíteni. Főleg ellened. Lássuk, mit lelünk a hűtőben. Puding! Végre egy kis puding! Drágaságom, tedd le azt a pudingot. Azt Dennek tartogattam, mire hazajön. De szívem, ha már Dennél tartunk, hol van egyáltalán? A barátaival. Bármely percben megjöhet. Hiányzik a kölyök. Mi a fene? Vigyázz, földrengés, gyorsan, menjünk fedezékbe! Anya, apa, megjöttem! Micsoda öröm! Semmi sem fogható egy jó forró fürdőhöz. Nehéz felfognom eme tevékenység értelmét. Lazíts! Bőven lesz időnk megkeresni Wavernt és a végtelenség magját. Meg aztán egyelőre tovább kell fejlesztenünk a többiek bakugánját, mint téged. Innentől minden harc csak nehezebb lesz. Nekünk pedig fel kell készülnünk mindenre, amit álarcos kiagyalhat ellenünk. Ezt értem. Minden világos. Egy kis pihenőre van szükségünk. Remélem, hogy a többiek is kiélvezik-e nyugodt perceket. Akár csak én. Hú, ez a ház késő csillagos hotel. Ha szeretnéd, elszegődök hozzád szobalánynak, amiért itt maradhatok. Egy hosszú repülőút után ki kell aludnom magam. Tudom. Azt hiszem, elégedett leszel a rendelkezésedre bocsátott szállással, és ne feledd, hogy minden pihenésre szükségünk van, hogy a toppon legyünk. Igen, az én házam a te házad, amigo. Olé! Ez az én szobám. Tudod, meglehetősen bizarr humorérzéked van. Ez csak a mosdó, te buta. Ó, tényleg? A mosdó? Azonnal tudtam. Ha Joe valóban egy kém, akkor én lebuktatom. Megyek! Két cappuccino rendel! Hol van Alice? Miért nincs itt? De jó, hogy visszakaptuk Runót. Kicsi lányunk a kis kávézókban dolgozik. Igen, drágám. És nélküle olyan lenne itt minden, mint egy szellemvárosban. Tényleg? Hol van az a csini Alice? Kiment vásárolni, de hamarosan azért vissza kell érnie. Hol van Alice? Ezt akarja! Nálam mindig te leszel a favorit, kis bogara! Leégedsz engem, apuci! Egy-két! Csodálatos nap egy kis sétára! Ő meg ki? Nocsak, egy leendő játékos. Utálok veszteni! Ne tedd meg! Várj! Mi a...
haragudj, megsérültél! Hé, erre mi szükség volt? Húzd ki innen! Minden nap meg kell küzdened vele. Igen. Travis azért csinálja ezt, mert egy bunkó is tudja, hogy győzni fog. Vesztes vagyok. Ez nem igaz. Csak rosszak voltak a körülmények, ennyi az egész. Egyszerűen meg kell tanulnod, hogyan tudsz győzni. Könnyű azt mondani, ha olyan profi az illető, mint te. Elegem van az állandó vereségből, és nem játszom többet. Soha többé nem veszek a kezembe Bakugánt. Christopher! Megtanítalak, hogyan győz. Hm? Mit szólsz hozzá? Nincs semmi vesztenivalód. Jó, miért is ne? Rendben. Még mindig a kávémra várok, kislány. Hoppisz, Max, már Runo! Már is megyek! Rossz jöttem én hoztam! Tényleg, már is kicserélem! A kávé! Gyerünk már! Tomának milyen furcsa egy faj. Ebből elég! Alice megbánja, ha nem jön vissza gyorsan! Lássuk csak, nem rossz, Christopher. Júj, biztosan tudja, hogyan kell a Bakugánt játszani. Úgy látom, jó lapokban nem szenvedsz hiányt, Christopher. Nem? Támadólapod ugyan nem sok van, de a képességlapokkal nehéz helyzetekből is kivághatod magadat. Vegyük például az Aquosi robotálionodat, ami nem túl erős szörny, de ha párosítod a csapdaészlelés parancslappal, azzal komoly meglepetést okozhatsz. És mivel vízi szörnyekkel harcolsz, ezt ne feledd el soha. Mindig használd ki az adottságaikat, és meglátod, hogy egyből jobban megy majd. Igen. Na hát, nem hittem volna, hogy ilyen sok árnyalatú lehet a harc a Bakugánban. De az. A választásodtól függ. A megfelelő kombinációkkal olyan dolgokat is elérhetsz, amit nem is reméltél. Értem. Minden világos. Jól van, azt hiszem elég felkészült vagy ahhoz, hogy kihívd Travist. Ha? De én... Nem tudom, hogy melyik lapomat dobjam be. Sőt, még azt sem tudom, hogy mikor dobjam be. Eme döntéseket neked kell meghoznod. Nem az én dolgom. Szóval, nekem. De valahányszor megpróbáltam ezt, mindig rossz lapot játszottam ki, és buktam. Segítened kell nekem, Alice. Nem lehet. Ha jó játékos akarsz lenni, akkor önbizalomra van szükséged. Ez elég kilátástalan. Hidd el, a legfőbb fegyvered a bizalom. Fontosabb, mint az erő. Te nagyon szereted a Bakugánt. Ideje hát, hogy a mesterévé válj. Nem tudom, hogy menni fog-e, de megpróbálom. Higgy önmagadban, és meglátod, hogy már is épp úgy fogod szeretni a Bakugánt, mint rég. Ó. Igen, ez jó, még ott. Kicsit erősebben. Kezdem megszeretni ezt. Sikerült átmennem Bakugán mosóba. Valamit elfelejtettem. Segítség, segítség, süllyedek! Szedjél ki innen, gyorsan! Lám, visszajöttél a következő vereségért, Christopher. És hoztad a barátnődet is. Hello, a nevem Alice. Tulajdonképpen Christopher edzője vagyok. Nekem mindegy. Lényegtelen. Így is ellátom a kis taknyos baját. Nem igaz, öcsi? Sose feled, önbizalom. Kezdjük már el, unatkozom. Semmi baj. Tudod, higgy önmagadban. Mező nyíki! Portálok kész! Felkészültél, öcsi? Alice, melyik Bakugán küldjem be? Nincs ötletem! Gyorsan, Alice, siess! Mi folyik itt? There's more Bakugan Battle Brawlers coming right up! And now, back to Bakugan Battle Brawlers! Megállt az idő. És hol vagyok pontosan? Olyan, mint egy másik dimenzió. Hé, mi történt a helyes kis edződdel? Nem tudom, nyoma veszett!
Christopher! Lefogadom azért, hogy ne lássa, amint veszítesz. De azt nem tenni! Ez hihetetlen. Haha, nesze! Semmi pánik nem tart sokáig. Bakugan szörny! Drákoszi Glorious fel! Jaj, ne! Végem van! Most mit kellene csinálnom? Valamit tennem kell, különben megint veszítek! Bíz az ösztöneidben! Képes vagy rá, Christopher! De hát, Alice, hol vagy most? Szükségem van rád! Hallgass rám, érted? Tudom, hogy nem vagyok melletted, de képzeld azt, hogy igen! De itt kell, hogy legyél velem! Figyelj arra, amit mondok, rendben! Mi az ellenséges Bakugan? Egy Darkosi Glorious küldött elsőnek csatába, amelynek ereje a bekapott szerint 350G. Értem. Hé, hey, mire vársz, öcsi? Te következel! Elsőre a nagy ágyút vetette be, hogy kivégezzen. Neked kell előbb támadnod a szörnyét, mielőtt feleszmél. Igen, de mit dobjak be? Csak ne aggódj! Számtalan módon megtorpedózhatjuk Travis elképzeléseit. Igen, de ez biztos? Először választanod kell egy portállapot és dobd le! Aztán támadj Limilusszal, így van a legnagyobb esélyed a győzelemre. Rendben, portállap kész! Bakugan, szörny! Limilus fel! Limilus belépett a mezőre, ereje 310G. Nem veszélyes! Sáska, fel! Sáska a mezőn, ereje 340G. Értem, de most nagyon figyelj! Használd a mélyibáb képességét! Rendben van, megteszem! Képesség bekapcsol, mélyibáb! Na ne röhögtes! Mi ez a nem menekülés? Alice, segíts! Ne törődj vele! Te készen állsz a harcra! Ha, egész biztos! Tudod, bíznod kell önmagadban. Nyisd ki a szemedet, és át fogod látni a tervét. Travis szörnyei más mezőn foglalnak helyet, vagyis nem tudnak támadni. Ez időt ad neked arra, hogy felkészülj a védekezésre, vagy akár a csapdaállításra is. Igen, ez tök logikus! Tisztára olyan, mintha látnád a csatamezőt! A soron következő feladat felmérni, hogy melyik ellenséges szörny a gyengébb. Nos, szerintem a sáska a gyengébb. Akkor támad meg! Tegyél le még egy lapot, és használd a felélesztőt! Vágom, Alice! Portállap kész! Úgy hiszem, tudod, mit kell tenned. Menj, kapd el, Christopher! Igen! Bakugan szörny! Juggernaut fel! Hisz vagy most, sem jövök! Juggernaut belépett a csatamezőre. Egyelőre hogy csinálom? Fantasztikusan! No, csak gyakoroltunk, öcsi. Nálam nem lehetsz jobb. Bakugan szörny! Réptépő fel! Rémtépő a csatamezőn. Hú, ennek 320G az ereje! Kitartás! Várd meg, hogy aktiválja a képességét! Képesség bekapcsol! Zéró csapás! Ez a drága már 80G-vel felnyomja a szörnyem erejét. Te pedig a vereség küszöbén állsz. Tudod, mit kell tenned? Portálok nyílj ki! Színsüllyedés! Nem, ez nem lehet igaz! A szintsüllyedés 100G-vel csökkenti rémtépő erejét. Nem, ez ki van zárva! Hogyan tudtad kivédeni az éró csapásomat? Ez igen! Én nyertem! Fantasztikus volt, Christopher! Hogyan tovább, Alice? Figyelmesen hallgass végig! Ha most hibázol, azzal mindent elveszíthetsz! Nem jó! Mi lesz, ha nem tudok megbírkózni a nyomással? Vesd be a robotáliont a sáska ellen! De hát robotálion gyengébb a sáskánál! Ne törődj vele, csapdába készül csalni! És tudod, neked két szörnyed van a pályán. Travisnek viszont már csak egy van. És ha a kezedbe nézel, látod, hogy még megvan a dupla csatalapod is. Valóban! Ez a képességlap megengedi nekem, hogy beküldjek még egy Bakugant a harcmezőre. Állati! Sőt, mi több! Travisnek nem lesz lehetősége még egy szörnyet elindítani. Így ketten lesztek egy ellen. Onnan nehéz veszíteni. De ne becsüld le a sáskát. Mi történik? Újra elindult az idő. Valami baj van. Ilyen még nem fordult elő. Mitől megy tovább az idő, ha a meccs még tart? Mi folyik ott, Alice?
Hallgass rám, sikerülni fog! Ne add fel, Christopher! Bíz magadban! Ennél többre nincs szükséged! Alice! Mi történik ott? Ne menj el, Alice! Ó, nem! Most mi legyen? Nem jó! Azt mondta, hogy küldjen be Robotálliont! Rendben! Bakugan szörny! Robotállion fel! Ez mit keres itt? Második csata elkezdődik. Önbizalom! Portállap! Nyíki! Dupla csata! Képes vagyok rá! Kettővel egy ellen nagyon kemény, de kicselezem! Ezzel mit fogsz kezdeni? Ahogy elnézem, most megfogtad a kötykös. A sáska szárnyal bárhol támadást tudok indítani. Úgy tűnik, mégsem vagyok olyan ügyes, mint gondoltam. Glorious győzött, ereje 720G. Egy Bakugan választ el a vereségtől, Vakarék. Az már Alika fog megmenteni tőle. Ne is halasszuk, lássunk hozzá. Itt és most! Képesség bekapcsol! Pengekarmok! Juggernaut ereje 5-0G-vel zuhan. Feladod? Vagy megszégyenítselek? Mit csináljak? Bárcsak Alice itt lenne. Itt vagyok, Christopher. És ne feledd el, amit mondtam, hogy hinned kell magadban. Az erő és a furfang sem hatásos mindig. Az önbizalom az igazán nyerő. Igaza van! Nincs lehetetlen! Győzni fogok! Lepofozzuk őket, Juggernaut! Benne vagyok! Az önbizalmad erőt ad nekem! Aha! Azta! Nem tudtam, hogy tudsz beszélni! Így nem is tudhattad, hogy a bakugánok a gazdáik érzéseiből táplálkoznak! Hű, ez aztán durva! Készen állok! Portállap, Nyíki! Képesség bekapcsol, haláltornádó! A képesség 1-0-0-g-vel emeli Juggernaut erejét. További információ nincsen. Mi ez? Támadj, Juggernaut! Kilapolsz, sáska! Ó, nem! Nem, ilyen nincs! De van! Mi az ördög? A parancslap valamiért visszahozta a már leütött szörnyeit. A győzelmed az önbizalmad eredménye. Gratulálok hozzá! Szép munkát végeztél, fiam! Hála neked, a meccset is megnyerem! Bakugan szörny! Christopher! Fenébe! Alice! Christopher! Alice, miért segítettél egyáltalán? Könnyű kérdés. Mert amint megláttalak, tudtam, hogy különleges vagy. Ha? Bár nagyon hajtogattad, hogy nem szeretsz bakugánozni, mert folyton veszítesz. Végül nem mondtad komolyan, mert valójában imádod. Igazad van! Hé, Christopher! Tessék! Mi az? Holnap. Újra meg kell mérkőznünk. Ha? Elláttad a bajomat. Igen, tudom. De holnap sem bánok veled finomabban. Tetszik. Így tovább, Christopher. Köszönöm, hogy megtanítottál arra, hogy először magunkban kell bíznunk. Nagyon szívesen. Én is köszönöm. Ha? Hú. Jól megtanultad az első leckét, kis barátom. Hé, te kihez beszélsz? A bakugánodhoz? Amint látod, ő hozzá. És mi a legfontosabb, amit a bakugánokról tudni kell? Elfelejtettem a mai napom legfontosabb eseményét. Teriel, mi történt? Mondd meg! Nyomás, drágó! Igen, a pudingom. Anyuék tudták, hogy mára tartogattam. Emberek? Ó, nem! Ez szörnyű, most összeállt a fejemben a kép, pedig korábban kellett volna rájönnöm. Mi az, Runo? Hát tudod, amikor elmentünk meglátogatni azt a Joe nevű fiút a kórházban, és megtudtuk, hogy ő nem kémkedett állarcosnak utánunk, nyilvánvalóvá vált Tigrerra. Úgy tűnik,
hogy állarcos kémje valójában közöttünk van. Világos? Közöttünk? Igen, de ki az? Jól van, ha nem Joe volt a kém, akkor kiárulkodik állarcosnak arról, hogy mit csinálunk. Ez csak az egyik probléma. A másik, hogy Shuji és Akira visszajön a kisugukkal együtt egy kis elégtételért. Azt hittem, hogy gyerekjáték legyőzni. De muszáj belátnom, hogy a nagy meglepetések gyakran onnan jönnek, ahonnan nem várjuk őket. Egy biztos, bűn lenne, ha kihagynátok a következő részt. Sárkánytűz! Bakugan szörny! Ott legyetek!